Migráns lázadásról ír a sajtó a hatodik napja tartó franciországi zavargások kapcsán. A magyar nemzet több olyan interneten terjedő videót is összegyűjtött, amelyeken a jellemzően bevándorló hátterű randalírozók törnek, zúznak a francia nagyvárosokban. Az egyiken az is hallható, hogy azt kiabálják, hogy Allah Akbar, azaz Allah a leghatalmasabb. Az éjszakai zavargások után újabb 700 embert vettek őrizetbe. Elemzéssel folytatjuk. Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Arról szeretném egy kicsit kérdezni így az elején, a beszélgetésünk elején, hogy a bevándorló hátterű, tehát a lázadás hátterében látható egyértelmű, hogy bevándorló hátterű emberek láthatók? Hát az teljesen világos, hogy itt a, ha tetszik, a külvárosok népéről van szó, tehát a második, harmadik generációs bevándorló fiatalokról. Valószínűleg van köztük frissen érkező is. Ez ennek a, hogy mondjam, a, a háttere tulajdonképpen nagyon bonyolult és nagyon egyszerű. A francia társadalomban úgy alakult a bevándorlók fogadása, hogy egyébként szociális okokból és tulajdonképpen nem rossz szándékkal, hanem jó szándékkal, de ezek az emberek többen telepedtek le bizonyos külvárosokban, ahol ezer probléma van szociális, biztonsági, sokszor vallási, kulturális problémák, és ugye ezek nagyon sok társadalmi feszültséget keletkeztetnek, és ezek hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen nagyon komplex probléma csomaggá nőtték ki magukat, és hát ennek a mondjuk úgy, hogy a feszültségnek a ha, ha elképzelünk egy olyan edényt, ami for-for-for, és, és le van takarva, akkor ugye előbb-utóbb az valamilyen szelepen valahol a gőz kieresztődik, és hát ennek a hatalmas probléma csomagnak és feszültségcsomagnak a gőz leeresztését látjuk most egy ürügy kapcsán. Ugye a, a sajtó találó ez a migráns lázadás valóban, ez. ez csak egy szikrát kapott ettől az esettől, ugye? Ami a, ez a 17 éves fiú története, hogy a rendőrséggel összetűzésbe került. Tehát látjuk, hogy a hatóságot, a rendőrőrsöket, az iskolát, vagy a polgármestereket, tehát a helyi önkormányzati képviselőket támadja az indulat. Szerkesztő, nagyon fontos, amit mondott, mert az államhoz való viszonyról is szó van itt. Az, hogy a, a, francia köztársaság, ha tetszik, elfogadása, befogadása, hogyan zajlik vagy nem zajlik. Azt látjuk, hogy ugye volt korábban is ilyen típusú lázadás, ilyen típusú zavargás, például a 2005-ben, amikor ugye két fiatal egy ilyen transformátorházba bemenekült a rendőrök elől, és ott meghaltak, utána hetekig tartó ö, lázongások és zavargások voltak. És utána a francia állam például nagyon-nagyon sokat költött a külváros. Sokra. Tehát ott van ez a kérdés hosszú-hosszú évek, évtizedek óta a francia gondolkodásban, és most például ezek a fiatalok éjszakánként azokat az intézményeket, állami intézményeket pusztítják el, amelyeket a francia állam azért emelt, hogy őket segítsen integrálni. Például egy nagyon szimbolikus eset volt egy könyvtárnak az elpusztítása, ahova ezek a fiatalok tanulni jártak, könyvekért jártak. Tehát valóban itt arról van szó, hogy hogy a francia köztársasághoz való viszony valahol csorbát szenvedett. Ennek nyilván oka van. Tehát hogyha olvassuk a sajtót, akkor, akkor nagyjából lehet érteni, hogy hol vannak a feszültségek, ezek a fiatalok ugye arról számolnak be, hogy francia útlevelük van, de hogy úgy érzik, hogy nem tudnak előrébb jutni a társadalomban, és hát azt látjuk, hogy itt az elmúlt két évtizedben már történtek próbálkozások, de hát ott van ez a mély feszültség, és nem sikerült feloldani, és hát most ismét a gőz kielesztődött. Mennyiben Illik bele ebbe a keretbe az, ami a polgármesterházával a, a Franciaország déli agglomerációs területein egy kis kisváros polgármesterházát. Érted, támadás, egy lángoló autóval, molotov koktélokkal, a családtagoknak a kertbe kellett menekülni, ugye a francia hatóságok emberölés gyanújával nyomoznak. Ebbe a keretbe nem lók ki ebből a keretből? Nem több ez annál, mint, mint hogy a, az állam intézményeit támadják ezek a fiatalok, ezek a migránsok? Egyik oldalról igen, másik oldalról nem, mert hogy egyik oldalról, ugye a polgármester a francia rendszerben van 35 ezer település, ő az állam tekintélyének a megjelenítője. Tehát ilyen értelemben beleillik a képbe. Másik oldalról, hogyha figyeljük, hogy mi történik Franciaországban, akkor a polgármesterek problémái helyben hosszú hosszú idő óta, hónapok óta napi renden vannak. Van olyan polgármester, aki annyira nehezen viselte a ránehezedő nyomást egyébként pont, pont, migráció és migráns témában, hogy lemondott, és akkor ismét felmerült, és a francia állam megvédi-e a saját képviselőit. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a lázadás, amit most itt látunk, ez, ez nagyon, hogy mondjam, mélyen illeszkedik minden olyan témához, ami egyébként napirenden van, és amivel a franciák foglalkoznak. Ezért gondolom azt egyébként, hogy a következő, hát egy-két napban, talán hétben másról sem lesz szó, hanem arról lesz szó, hogy akkor tulajdonképpen itt mit kell csinálni, és a francia államhoz, köztársasághoz való viszonyt hogyan lehet helyreállítani, vagy egyáltalán a akotni, ugye erről fognak beszélgetni a pártok, és a vélemények azért különböznek. Ugye ezért nehéz definiálni, hogy mi is lenne a helyes út, vagy mi lenne a megoldás, mert ahogy ön is említette, rengeteg kísérlet történt ennek a társadalmi rétegnek a társadalomba való beillesztésére, de hát ezek kudarcot vallottak, tehát most valami újat kell kitalálni? Most azért sóhajtok ilyen nagyot, mert mert hogy azok a megoldások, amikkel eddig próbálkoztak, láthatóan azonnali eredményt nem hoznak, hosszú távú eredményt hoznak. Tehát azt látjuk, hogy például a lányok nagyobb eséllyel érettségiznek, mint a szüleik, tehát hogy vannak ilyen adatok, na de hát ezek 50-60-70 év alatt térnek be, hogyha sok generációt nézünk. Rövid távon nagyon sok kérdés fölmerül, tehát például fölmerül az a kérdés, hogy hogyan lehet úgy rendben tartó szerveket ezekbe a külvárosokba küldeni, ahol ugye ezek a migráns csoportok és bevándorlók élnek, hogy ott kialakuljon valami ismertség. Hogy például az a bizalmatlanság, ami nagyon látványosan ott van a felek között, különböző okokból és különböző haragokat és dühöket hozva, hogy ez. Ez valahogy enyhüljön, mert hát, hogy ugye ahogy ön is említette, a, a sajtó migráns támadásokról és migráns lázadásokról beszél, hát itt valójában ez azt is jelenti, hogy hogy ezek az emberek bizonyos értelemben még mindig különállónak érzik magukat a, 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 a francia társadalomtól, és idegenkednek azoktól a hatalmi szervektől, akik az erőszak monopóliumot képviselik. Tehát itt, itt nagyon sok kérdés van, és egyébként valószínűleg a rendőrség az egyik kulcs, a másik pedig az Hatás. És a politika? Milyen, milyen, a francia belpolitikára milyen hatásai lesznek az elmúlt napok fejleményeinek? Ma politikai nap lesz, ugye Emmanuel Macron lemondta a német állami látogatását, ami hát, ha már a sajtóról beszéltünk, ugye nem vet jó fényt Franciaországra, arról ír a nemzetközi sajtó, hogy hát ez egy, ez egy nagyon nagy pofon Franciaország imázsának, mert pár hónapja meg a nyugdíjreform tiltakozások miatt kellett lemondani harmadik Károly, brit király franciaországi látogatását. Emmanuel Macron ma a házelnökökkel tárgyal, ugye Franciaországban nemzetgyűlés és szenátus is van, a miniszter elnök pedig a frakcióvezetőkkel. Én azt fogom figyelni, nyilván a jobb oldal az azt fogja mondani, hogy tessék rendet tenni, keményen fellépni, tehát egyértelműen ez lesz a követelés, a kérdés a baloldal. Ugyanis a baloldalon belül is van egy vita, hogy mennyire legitim a rendőrségnek fellépni ezekkel a... Fiatalokkal szemben, és hát nagyon úgy tűnik, hogy hogy ezt a belső vitát bizonyos értelemben a nyilvánosság előtt játsszák le. Vannak olyan baloldali szereplők, akik például nem akartak, vagy nem szólítottak föl nyugalomra, és, és ezért őket támadják. Úgyhogy én azt fogom figyelni, hogy a, a politikai elitnek ez a típusú konszenzusa ez kialakul-e. És hogy estére azt látjuk-e, hogy a politikai osztály összeállt, és azt mondja, hogy akkor most legyen rend és akkor utána elbeszélgetünk arról, hogy hogyan oldjuk meg azokat a szociális feszültségeket, amik most megint ö, egy ilyen felszálló gőzként kitörtek. Mi pedig erről a pontról folytatjuk majd a beszélgetést a következő alkalommal. Sós Eszter Petronella, köszönöm az elemzést. Köszönöm szépen a meghívást.